Azbeszt fala lerakó telepet adtak át Tiszafüreden, halálos baleset Jászladánynál, Pintér István Pál emlékkiállítás, nem sikerült kereket oldaniuk. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. szeptember 8-án 18 óra 5 perckor. Tiszafüred város önkormányzata és az NHS Tisza Nonprofit Kft. Szervezésében ünnepélyesen is átadták az azbesztpala lerakóteret, mely 34 településen oldja meg ennek a veszélyes anyagnak az átvételét. Tiszafüreden az elmúlt években olyan beruházások zajlanak, amelyek látványosak, amelyek szépek, amelyeket az ide látogató meg tud csodálni, mondta köszöntő beszédében F. Kovács Sándor. A szolgáltatások működnek, a város működik amellett, hogy épül és szépül, fogalmazott a képviselő. Újvári Imre polgármester szerint az elmúlt 5 évben szinte nem volt olyan stratégiai terület, amellyel ne tudtak volna előrelépni. Tiszafüreden eddig is büszkék lehettünk arra a hulladék gazdálkodásra, amely az NHS Tisza üzemeltetésében és az ő működésükben lebonyolításra került, hangzott el a megnyitón. Nagyon nagy öröm részünkre, hogy itt a térségben is Karcagtól gyakorlatilag egy elérhető távolságra, egy 40 kilométeres távolságra megvalósult ez a beruházás. Nyilván ez a probléma ez nem csak Tiszafüredre korlátozódik, hanem ez a tágabb környezetre is, vagy a tágabb régióra is. Tehát nyilván a karcagi lakosokat is érinteni fogja ez olyan értelemben, hogy a Karcagról sem kell, hogy olyan nagyon messzire elvándoroljon a jövőben ez a fajta hulladék. És nyilván egy elérhető lehetőséget fog biztosítani a karcagi lakosok és a karcagi gazdálkodók számára is az, hogy megfelelő módon a környezeti szempontoknak minden tekintetben megfelelően tudják ártalmatlanítani ezt a hulladékot. A telepet az eső miatt most csak jelképesen mutatta be Vendel Zsolt, az NHS Tisza Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, majd szalagátvágással felavatták a telepet. Frontálisan ütközött össze egy platós teherautó és egy kis tehergépkocsi Jászladányon, az Újszászi utcában. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. A Katasztrófa Védelmi Igazgatóság televíziónkat tájékoztatta. A balesethez a Jász kísérő önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Egy rakomány nélküli kamion, valamint egy szerszámokat szállító kis teherautó ütközött össze Jászladányon az Újszászi úton. Az esethez a Jász kísérő önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a kis teherautó sofőrjét hidraulikus mentőszerszámok segítségével szabadították ki, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A tűzoltók mindezeken túl mindkét járművet áramtalanították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére rendőri forgalomirányítás mellett teljes útlezárás volt érvényben az adott útszakaszon. A rendelkezésre álló adatok alapján egy platós teherautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze Jászladány belterületén, a 3227-es számú úton, az Újszászi út és a Szegfi utca kereszteződésénél. A baleset következtében egy személy a helyszínen életét vesztette, közölte András Hunor Lehel, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Végzettségét tekintve gépészmérnök, egész életére szóló hivatására nézve művész. A tavaly elhunyt karcagi festőművész Pintér István Pál képeiből nyílt kiállítás a Dériné Kulturális Központban. Köszönöm a közreműködőknek az alapos, mindenre kiterjedő figyelmét, fáradozását. Köszönöm keresztlányomnak és férjének, Endrének kiállítás megvalósulását. Sok pozitív megszólalást hallhattunk meg, majd fogunk is hallani. István egy nagyon jó ember volt, nagyon hiányzik, nagyon fáj, hogy most nem állhat itt mellettem. Remélem, hogy a festmények tetszenek önöknek. Könnyek közt ajánlotta a látogatók figyelmébe a tavaly elhunyt Pintér István Pál özvegye férje alkotásait. Az 1948-ban Karcagon született festőművész képeiből legutóbb 2013-ban nyílt kiállítás a Dériné Kulturális Központban. Karcag polgármestere az akkori megnyitó beszédéből is idézett. 2013-ban az akkori kiállítás megnyitóján hangzottak el azok a szavak, amelyek mélyen belém vésődtek, és az évek során számomra is meghatározóak lettek.
meghatározóak akkor, amikor egy-egy karcagi művész alkotásainak kiállításáról, az utókornak való megmentéséről, átadásáról beszélünk. Az akkori kiállítás megnyitóját Egri Márta művészettörténész mondta, és akkor az hangzott el, hogy karcagiként művésznek és nézőnek egyaránt fontos egy otthon, a szülőföldön megrendezett kiállítás. Akkor ő így fogalmazott, a művész személyiségét jelentősen meghatározza az a kultúra, amely az első éveiben körülveszi, formálja, neveli. Ez a kiállítás, márhogy az akkori, de azt gondolom, hogy a mostani is, és így folytatta, ez a kiállítás tehát a hűségről, a barátságról, a közösség szeretetéről és annak erejéről is szól. Ezért fontos tehát nekünk karcagiaknak, hogy megmutassuk, megőrizzük, megvédjük azokat az alkotásokat, melyek a szülőföldön vagy a szülőföldről indulva annak ihletéséből, varázsából születtek, születnek. Ezért fontos számunkra, hogy a mai fiatalok is minél többször találkozzanak a köztünk élő, köztünk élt, innen elszármazott művészek alkotásaival. Mert ezek az alkotások készüljenek bárhol is. Magukban hordozzák a szülőföld szeretetét, az ahhoz való ragaszkodást, hűséget, barátságot, az egész közösséget. Pintér István Pál 1948-ban Karcagon született, így egész gyermekkorát, világlátásának kialakulását, a meghatározó iskolás, középiskolás éveket, tehát fiatal éveit Karcagon töltötte. Elnézve alkotásait, úgy hiszem, hogy a színek, a fények játékát, bár nyilván hatással voltak, bevallottan és nyilvánvalóan más művészek, művészeti irányzatok is, a Karcagon töltött fiatalkori élmények is befolyásolhatták. Karcagról készített festményeit is ez a gazdag érzelemvilág egészíti ki, ahogy látjuk is itt a falakon, amely számunkra oly kedves, és egy napfényes nyári délelőtt már-már megszokott élettel teli, és ettől olyan közvetlen, a szívünkhöz nagyon közeliek ezek az alkotások. Ez a jellegzetes színvilág szinte védjegyévé vált. Egy vele készített interjúban hivatásáról a következőképpen vallott. A fény a mindent meghatározó és éltető fogalom, a napfény a művészetnek ez a megfoghatatlan illúziója, melynek keletkezését, eredetét keresem képeimen. A fény láttatása, vibrálása és színné válása az alkotás folyamán, mintha a megvilágított felületeken keletkezne, és így, mint jelenséget ábrázolni a feladatom. Mert a tehetség kevés, az értelem is kevés, a műveltség is kevés ahhoz, hogy valaki művész legyen. A művész az igazi nem tévedhet semmiféle pályára, s nincs olyan történelmi vagy helyzeti erő, mely eltéríthetné feladatáról. Nem lehet más, csak író, vagy festő, vagy zenész. Aki így művész, annak végzete van. Ez a legtöbb. Ettől egy művész sem tud elvonatkoztatni, így születik a csoda, az alkotás. Hallottuk, hogy Pintér István Pál Karcagon született, általános iskolai tanulmányait itt végezte, gépipari technikumba járt Szolnokra, és gépészmérnöki diplomát szerzett a Műszaki Egyetemen. A képzőművészet iránti érdeklődés nyilván gyermekkorában végig kísérte. Kádár Pál tanár úr neve sok mindenkinek ismerős itt a teremben. Ő is ösztökélte a festészetre. Mindezek mellett tudom a családtaktól, Edittől, keresztlányától, hogy az édesapjával együtt alkottak gyermekkorukban. Ebből az időszakból maradt meg egy a 14 éves korában készített festmény, amit a nagyapjáról készített, amit mai napig őriz a család kedves emlékként. Festészettel azonban jóval később, 1986-ban kezdett foglalkozni, több neves budapesti festőiskolában híres művészektől tanult.
Mohai Nagy Képzőművészeti Stúdióban Orvos András festőművész volt a mestere, a Ferenci körben Molnár József festőművész, aki murális munkáiról nevezetes elsősorban, ő készítette az ópusztaszeri üvegmozaikokat. Ő sokáig segítette és támogatta művészi munkájában. Németh Ágnes, akinek a Schwabi Lajos szintén karcagi festőművész volt a mestere, valamint Óbudai Festőiskola híres mestere Gyémánt László festőművész és grafikus volt, akik segítették művészi pályájának kibontakozását szakmailag. Igazi támogatója és múzsája azonban felesége Katalin volt, akivel még az egyetemi évek alatt kötött házasságot. Mivel őszintén hitt párja tehetségében, támogatta művészi törekvéseit, festőiskolák és nyári alkotótáborok látogatását és kiállításokon való részvételét. Egy jászberényi telephelyről lopott három férfi, de a rendőrök elfogták a helyszínről elhajtó feltételezett elkövetőket a rövid időre megszerzett zsákmánnyal. Egy szemfüles szomszéd értesítette az egyik jászberényi telephely tulajdonosát, hogy az ingatlan a területére ismeretlenek bementek, és onnan több dolgot a saját autójukba pakoltak, majd elhajtottak. A sértett bejelentést tett a rendőrségen, és az egyenruhások azonnal elindultak a szemtanú által elmondott irányba. Jászteleknél megállították a járművet, amiben három férfi tartózkodott. A gépkocsi átvizsgálása során a rendőrök megtalálták a telephelyről származó autókerekeket, mosógépet, mosogatógépet és egyéb értékeket. A sofőrt és az utasokat ellenőrizték és megállapították, hogy a gépkocsi vezetőt a jászberényi rendőrkapitányság korábban eltiltotta a járművezetéstől. Továbbá a két utassal szemben a jászberényi járásbíróság körözés bocsájtott ki. A három jászladányi lakost bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállították, és a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki őket. A gépkocsit és az eltulajdonított tárgyakat a rendőrök lefoglalták. A jászberényi rendőrkapitányság lopás büntett, valamint járművezetés az eltiltás hatály alatt vétség elkövetése miatt folytat eljárást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagypontsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!